dame gospodom, poštovani poslanici, javne reči. Evo, ovo je prvi maj na Pariću i mislim da je vred da smo održali tradiciju, da se novinari nađu sa predstavnicima grada Subotice. Posebno mi je drago da danas sa nama i državna sekretarica gospođa Đedu, recimo je zadužena u ministarstvu Republike Srbije za turizam. Mislim da je Parić bogatili program ima toga da imate jedno druženje s gradonačelnikom, smatrali smo da je potrebno da dobijete i iz prve ruke informacije koje se tiču projekta realizacije master plana, pripreme master plana i praktične realizacije toga, s druge strane i onih dešavanja, onih aktivnosti koje se tiču rada radne grupe koja je zadužena da takav iskorak u rešavanju problema pobjede diversiteta i kvalitetnog budućnog jezika. U ovom smislu smo isto tako smatrali da malo i našim sugrađanima, gostujem panoe, su veliki broj Subotičane i okoline, skupi se da prvima jedan Parićan, ljudi dobiju iz prve ruke saznanja, s jedne strane, šta su problemi na Pariću, kako se žele ti problemi rešavati u budućnosti. Isto tako, možda napravili smo jednu interesantnu anketu, koliko Subotičani, koliko Parićani uopšte znaju o Pariću u Dugoškom jezeru. Vidite da su rezultati veoma iznenađujući, da veoma malo znamo o Pariću, a svi mi mnogo pametimo kod ova stvari kako bi se trebao raditi po Pariću. Mislim da je to stvar stručnjak, onih ljudi koji se razumeju. Mislim da imamo ozbiljan iskorak u proteklih godinu dana vezano za rešavanje ove problematike i ubeđen sam da ćemo u sledećih godinu, godinu i pol dana vidjeti i konkretne rezultate. Neki se već vide, tek će se vidjeti rezultate onog rada koji su gradili i ljudi koji su zaduženi za izradu master plana i oni ljudi koji rade oko realizacije, operativne realizacije, oni su tako koji je utvrđeno planom za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i Paličkog i operativnog sprovođenja tog plana. Ja se nadam da ćemo za godinu dana ili oni koji budu za godinu dana zaista imati čemu da se pohvale. S druge strane, uspeli smo da generišemo nemala sredstva i dobu godinu za određene projekte na teritoriji Palića. Verovatno ćemo ove godine, do kraja godine, raditi Subotički turistički informativni centar na Paliću, dobro i publike. Imamo otprilike u najavi dogovor, dobijamo još 30 miliona dinara vezano za određene projekte u oblasti biodiverziteta i pokrajine. Preko 40 miliona dinara ćemo dobiti iz republičkog budžeta vezano za određene projekte koji se tiče samog Palića i Paličkog priobalja. Tako da mislim da će se ove godine vidjeti mnogo svojstva, napravit će se ove godine šteta da se oblasti zbog jezera, napravit ćemo tamo i raspust ćemo srediti u tom predelu i bit će još određenih projekata koji će se rešavati od teritorije Palića. Prvi put smo malo organizali to da delimo određene pamflete, malo da iritujemo javnost. Koga je briga za Palić, da li je nas briga ili nije briga za Palić. Mislim da je to interesantno da vidimo koga će biti briga, jer smatram da samo svi zajedno, ako zapnemo, onda možemo napravimo zaista jedno kvalitetno rešenje, rešavanje problema i da napravimo od ovog Palića jednu mogućnost da bude potencijal za razvoj ne samo Palića i Subotice, nego i Subotice. Praznik, naravno, svim zaposlenim u narednom periodu imaju isto posla, zarade. Očekujemo da će svaki sledeći prvi maj biti bolji i uspešniji. Razloga za to svakako imamo. Imamo mogućnosti da se čujemo izveštaj premijera Aleksandra Vučića, koji je u jednom potpunu najavio da će sledeći prvi maj svakako sledeća godina biti očekan u jednoj boljoj i sredičnoj situaciji. Ja želim svim građanima dobro čaje. Hogyom ennek a kulti polícsom, hogy már is elsőn a újságért vagyunk találkoznak a polgármester és Arkais témákról beszélgetnek. Azt gondolom, hogy ezt a mai találkozót egy kicsit színesebbé tettük azzal, hogy beszámoltunk az is a tevékenységre, mert az önkormányzat végez az elmúlt egy évben Palicsal, a Pajtítóval kapcsolatban, a környezetvédelemmel kapcsolatban, Odafotóval kapcsolatban, és az egyre két érdekes előadásból tavaly kapcsolatban, hogy a masztertervnek az előkészítését, ahogy állnak a folyamatok konkrétan, másra pedig a Pajtító környezetvédelmével, hogy áll, milyen munkát végzett az a munkacsoport, amelyet a polgármester alapított, illetve amely végzi háttérben a munkákat, amely a Pajtító vizének, környezetének a környezetvédelmi helyzetékkel egy változásnak, illetve az utasítások a környezetvédelmi helyzetékkel a változásnak. Azt gondolom, hogy
első kétből kapották meg az információt, de másokban az is világos, hogy egy komoly előlépés történt az elmúlt egy évben. Ez a kérdés, hogy a rendezésre vonatkozóan természetesen nem volt hosszú folyamat, nem lett az egész több évtized folyamatot megoldani egy év alatt. Én azt gondolom, hogy két-három éven belül már teljesen másik szerintem a Balcsi Dalat, illetve a Bajs környékét, illetve a turizmusnak a beruházási fejlesztésket, illetve a magának a gazdaságnak a helyzetvédelmének a rendezésére. Ez egy részben fontos. Másodban az is fontos, hogy színesebbé tettük ezt a mai találkozót, az, hogy a Palmokon azt mondja, hogy konkrét információkat azt is arra vonatkozóan, hogy mi is a probléma Palisítóval kapcsolatban, hogyan lehet ezt megoldani, és talán egy érdekesség arra vonatkozóan, hogy kvételékutatást is folytattunk február márciusban a folyamában, amelyet most prezentáltuk, hogy beindítottam a szabadságot a Palisítóval, a környezetvédelemről. Érdekes adatok vannak ezzel kapcsolatban. Az kilátogató polgárok nagy számban most ezekről a dolgokról információkat kaphatnak, és ami úgy szintén próbáltunk is kilátogató polgártársaikat egy kicsit animálni, illetve azokat az érdeklődésüket fel kell tenni a Palisítóval a környezetvédelem irányába. Szóranyagokat osztunk, kit érdekel a Palics, érdekli a Palicsiakat is tartani, a Palics meg nem érdekli. Egy kicsit kiértesítsük őket azokban a tevékenységben, amit várhatók, és azt gondolom, hogy ez a színesség teszi ezt a mai barátkozást, és azt mondom, az újságírókkal való találkozást.